Apostolok cselekedetei 14-es fejezet, és Lisztrában ül vala, egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt és soha nem járt. Ez hallás Saút beszélni, aki szemeit ráfüggesztvén és látván, hogy annak az embernek van hite, hogy meggyógyul, mond a nagy fenn úgy mint Saul, Állj fel a lábaidra egyenesen, és perszökött, és járt. Ez tehát Lisztrában egy születésétől fogva, mozgásképtelen ember, aki meggyógyult csak azért, mert volt hite. És persze ugye Saúl, Jelenléte. A sokaság pedig, mikor látta, amit Saul vagy Pál cselekedett, felkiáltott lik nyelven, és azt mondják, az istenek, vagy elohimek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban. Ez egy pogány terület volt. És hívták Barnabást Jupiternek, Saul pedig Merkurnak, mint hogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja, akinek a templom az ő városuk előtt volt, felkoszorúzott pikákat hajtva a kapukhoz a sokasággal együtt áldozni akart. Ezek az emberek azt gondolták a csoda folytán, hogy ez, ezek azok az istenek, akiket ők tiszteltek úgy, mint Jupiter vagy Merkur, már a római neve azoknak, akiket a görögök is szolgáltak, illetve aztán vissza a történelemben majd, hogy nem mindenki különböző nyelveken különböző területeken. Mikor azonban ezt meghallották, az apostolok, ők ugye a küldöttek, Salah vagy Salahim, Barnabás és Saul köntösüket megszaggatván a sokaság közé futottak kiáltván, és ezt mondták, férfiak, miért művelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy e hiába valóktól az élő Elohimhez térjetek meg. Azzal az üzenettel jöttek pontosan az ellenkezőjével, amit ők csináltak itt. Nagyszerűen el fogja magyarázni Saul, és igazából amit én szerettem volna mondani, az most kezdődik ezzel a verszakkal, csak gondoltam, megmutatom a történetet, ha esetleg ez nem lenne ismerős mindenkinek. Azt mondja, hogy pont azért jöttünk, hogy ezektől a hiába való dolgoktól, mint Jupiter, meg Merkur, meg ezek a dolgok, végre megszabadítsunk benneteket, hogy nincsenek istenek, egy Elohim van, és nincsen más, aki teremtette a mennyet, a földet, a tenger, és minden azokban valókat. Ez a lényeg, amit most mond Saul. Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni. Jól lehet, nem hagyta magát tanúbizonság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván mennyből esőket, termő időket nekünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Tehát mindenki tudja, hogy ki Elohim, hogy ő létezik, hisz felfedte magát mindenkinek, amit mi úgy hívunk, hogy természet. Megmutatok még egy dolgot, ez pedig egy kérdés, amit már számos alkalommal kaptam, és biztos vagyok benne, hogy mindenki találkozott ezzel a kérdéssel, úgyhogy érdekes lesz mindenki számára, és szerintem ezzel egyszerűen meg lehet válaszolni ezt. Kérdés tehát az, hogy mi a helyzet azokkal a népekkel, akik év ezredekig nem láttak Bibliát, Tórát, tíz parancsolatot. Gondolok itt az indiánokra, a busmanokra. Ők honnan tudták, hogy mi a jó? Ők miért nem kaptak írásos útmutatást? Többit elintézzük később. Itt van, hogy miért nem. És ezt nem először mondja el Saul. Azt mondja, hogy ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni. Ez az út, ez Hodosz, ami a Héberben derek, ugyanaz az út, amit mindig is használ. Ide van írva Jahusá, ha az atyához vezető egyetlen útnak nevezi magát, ez Jehukanon János 14.6. Hagyta, hogy az emberek menjenek a maguk útján, de jól lehet, kai és szintén, de, hanem mégis nem hagyta magát tanúbizonság nélkül mert jól tevőnk volt, adván mennyből, hamainból esőket, termő időket nekünk, betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Tehát ez a válasz erre a kérdésre. Ha valaki meg akarja tudni, hogy mi a helyzet a Bushmannal, meg az indiánnal, meg az összes többivel, ami nem értem, hogy miért akarna bárki tudni. A probléma az ezekkel, hogy ezek feltételezett, hipotetikus kérdések, én is ki elő tudok állni olyan szituációval, ahogy aztán, ha az a cél, hogy megfogjak valakit, amire esetleg nincs válasz. De erre van. Úgyhogy, ha valaki azt akarja tudni, hogy mi van a Bushmanna, hogy ő honnan tudta, akkor itt a válasz rá. Jahua nem hagyta magát tanúbizonság nélkül, de hagyta, hogy mindenki menjen a maga útján. Izrael le tárgyalt, Izrael feladata lett volna, hogy az ő dicsőségét, az ő nagy nevét hirdesse a világban, de ő nekik ez nem sikerült. Ez nem azt jelenti, hogy nem csatlakozhatott volna bárki ehhez a szövetséghez korábban is. Sőt, tudjuk, hogy csatlakozhatott, Ruth csatlakozhatott, Ráháb csatlakozhatott, tehát nyilvánvaló, hogy voltak emberek, akik ennek a szövetségnek a részei voltak. Sőt, tehát Námán is csatlakozhatott ehhez a szövetséghez. A történetben ugye hétszer meg kellett fürödnie a Jordánban, és azután megtisztult. A végén pedig és mondan a námán, hanem adj kérlek a te szolgádnak a földből annyit, amennyit elbír két összvér, mert a te szolgád többé égő áldozattal vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen elohimeknek, hanem csak jahuának. Ez az, amit szeretett volna elérni itt Saó, hogy megértsék ezek az emberek, hogy nem áldoznak többet idegen Elohimeknek, Jupiternek, meg az összes többinek, hanem csak Jahuának. Ugyanúgy, ahogy akkor megmutatta ezt egy csodán keresztül, Megpróbálja megmutatni most is, apostolok cselekedeteiben. Ezért mondja az Geház, Ebben a dologban legyen Jahú a kegyelmes, te szolgádnak, neki, námának. Mikor bemegy az én uram Rimmon templomába, hogy ott imádkozzik, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghallok a Rimmon templomában, azt, hogy én meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa meg Jahú, te szolgádnak ebben a dologban tehát még ezt is engedélyezte neki Jahua, hogy esetleg azon a területen szolgáljon neki, még akkor is, hogyha valószínűleg ezzel az életét megmentette. Erről beszél Saul egyébként a római levélben, az első fejezetben ezzel kezdi. Ez pedig a 19-es vers. Hogyha a kérdés az, hogy mi van a Bushmannal, meg az indiánnal, hogy honnan tudja, hogy mi a szituáció, azt mondja Saul, ez a római levél első fejezet. Mert ami Elohim felől tudható, nyilván van ő bennük, az emberekben, mert Elohim megjelentette nekik. Mert ami Elohimben láthatatlan, amit nem ismerünk, amit nem látunk belőle. Tudnillik az ő örökké való hatalma és Elohim sége. Az ő teljes hatalma a Földön. Tehát amit nem látunk, az az ő hatalma. A világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. A természet az ő alkotása az, ami bemutatja nekünk, hogy ő létezik. Ezért fontos megérteni azt, hogy mind az evolúció, mind pedig a végtelen világegyetem, amiben a gömbök forognak, meg pörögnek, az egy hazugság hogyha azt elhisszük, akkor már egy téves úton haladunk. És nem mondhatjuk azt, hogy az ő alkotásában megérthetjük. Mert az nem az ő alkotása. Az a mi alkotásunk, a mi fantáziánknak a szüleménye. Így a kezdetektől fogva mi rossz úton járunk, hogyha ezeket elfogadjuk. Most az összes többi mesére már nem is térek ki. Úgyhogy ők menthetetlenek. Tehát ez a Bushman, megismerte őt, most már kettő darab tanúbizonyságot látunk, apostolok 14, 15, 17-ig, illetve a római levél, első fejezet, 19, 20. De nézzük, mit mond 21. Ha a kérdés az, hogy miért nem kaptak írásos útmutatást, azért, mert az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni az nem jelenti az, hogy nincs következménye a dolgoknak, az csak azt jelenti, hogy nincs azonnali büntetés. Izraelbe volt. Mindenki felel azért, amit tesz. Akár indián, akár Bushman, akár Skita. Így folytatja. Mert bár Elohimet megismerték, mindazáltal nem, mint Elohimet dicsőítették, sem neki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban, hiába valóvá lettek, és az ő balgatak szívük megsötétedett. Ez az okoskodás erről volt szó, ez dialogizmus, dialógus vagy párbeszéd. Vita, megvitatás. Beszéljük meg, tárgyaljuk meg, hogy szerinted hogy van. Mégis mi a te véleményed, mit hiszel, mit gondolsz, mit vélsz. Ez az, amit csináltak akkor, ez az, amit csinálnak az emberek most. Sőt, ez egy ilyen világméretű fertőzésé változott. Hogy mindent mindig beszéljünk meg, ilyen csoportok, olyan csoportok, üljünk le, tárgyaljuk meg, hogy mégis hogy kéne. Minden, amit nekünk tudnunk kell, az le van írva itt, mert ő megmondta nekünk, hogy mi az, amit tennünk kell. Úgyhogy nem kell megbeszélnünk mindent. Ő egyszerűen megmondta, hogy ezt egyszerűvé tegye számunkra. Ha elkezdjük ezt a megbeszélést, ez egy fontolgatás, egy meggondolás, mint egy zsinat, vagy egy okoskodás, tanakodás, megvitatás, hogy üljünk le, beszéljük meg, hogy vajon a Szent Háromság benne van-e a Bibliában, vajon Jézus Istene itt a Földön, mint egy inkarnáció, vagy vajon nekünk meg kell-e tartani a napot, vagy nem, mikor egyértelművé tette, hogy meg kell. Ennél nem is tudta volna egyértelműben kifejezni. Miért nincs benne, hogy a név fontos krónikákban, az új szövetségben? Miért nincs benne a sabátna? Miért nincs benne az, hogy mit lehet enni? Mert nem kellett, hogy benne legyen. Ha én találkozok valakivel, bemutatkozok neki, nem fog bemutatkozni minden alkalommal, mert a nevem ugyanaz maradt. Ő megmondta a kezdet, kezdet én, második Mózes, 3-as fejezet, 15-16, ez az én nevem mindörökké, és az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre. Utána már nem fogja ő ismételgetni. Persze elmondta még 140szer, hogy az az ő neve, de nem érezte úgy, hogy meg kell ismételnie, mikor itt van. Sokkal égetőbb problémákkal találkozott, mikor eljött ide. Ugyanazzal, amivel most találkozik, majd mikor visszatér. Ezért mondja azt, hogy -e, talál-e hitet az ember fia, mikor visszatér a Földön. És nehéz lesz neki találni. Olyanokat fog találni, akik mondják, hogy hisznek akik erről beszélnek, meg tanakodnak, meg vég nélkül számítgatják ezt, meg vitatják. De olyat, aki csinálja ezt, nehezen fog találni, ha körülnéz. Mert a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Az okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatak szívük megsötétedett. Én azt gondolnám, hogy ezeket a helyeket mindenkinek érdemes lenne megjegyezni, hogy hol van. Ez csak egyszerűen annyira nagyszerű, és összefoglalja Jahua észjárása, amit mi fel tudunk fogni ebből. Mennyire lényegre törő, megkérdőjelezhetetlen, ez csak egyszerű és kész. Mindent elmondott egyértelműen. Az ember az, aki nem akarja megérteni. Azt mondja Saul, a balgatak szívük megsötétedett, a hiába valóká lettek az okoskodásaik miatt magukat bölcseknek, valván balgatagokká lettek. Hogy pont te fogod megtudni, mikor nem végeztél teológiát, meg mit tudom én mit. Húsz éve olvasom, ő is húsz éve olvasom, mindannyian húsz éve olvasok. Bölcseknek valván magukat balgatagokká lettek. És felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszomászó állatoknak a képmásával, ahogy mi is felcseréltük azt. Jézus, az öreg Isten, meg az összes többi. Ez az, amiről beszél Saul. Ezt csinálták ezek az emberek is. Lejött Jupiter, meg Merkur. Meg ki tudja még ki az, akit ők ott szolgáltak. De ő nem hagyta magát tanúbizonság nélkül, mert jó tevünk volt adván a mennyből esőket, termő időket nekünk betöltvén eledellel és örömmel, ami szívünket. Ez az, amit ő tett értünk. Halleluja! A kérdés az, hogy honnan tudják valójában ezek az emberek, hogy mi a jó? Ez az, ami felmerült egyébként itt is. Honnan lehet tudni, hogy mi a jó? Azt mondja Saul, ez római levél 9-es fejezet. Igazságot szólok, ha másiákban. Hitben. Így érti. Nem hazudok. Lelkiismeretem. ismeretem. szisz. Velem együtt tesz bizonyságot a ruach által. Ruach az, ami vezérli az embert, a lelkiismeret, ami bennünk van, a tudat vagy öntudat. Ha a kettő egyezik, akkor az jó. Ha a kettő nem egyezik, akkor van egy háborúság belül az emberben. Valószínűleg ez az, ami segített nekünk az életünk során azt a jót megtenni, amit megtettünk. Mert számos dolog volt, amikor én emlékszem, hogy én hallgattam erre az érzésre. Nem úgy, mint most, hogy állandóan, akkor egyeztettem az én saját törvényeimmel, vagy ami én gondoltam jónak. De ez számos alkalommal megegyezett azzal, amit a ruák sugott akkor. Ja, hova már rég vezetett minket, mikor mi még nem is tudtuk, hogy ő az, aki vezet. Ez a ruák közösen együttműködik azzal, amit mi lelkiismeretnek hívunk. És ha harmóniában van a kettő, akkor tudjuk, hogy az jó. Ez a busmannál is megvan, meg nálunk is megvan. Hogy nekünk könnyebb, én nem vagyok benne biztos, hogy nekünk könnyebb. Bushmaniába nincsen annyi dolog, ami elvonja az embernek a figyelmét erről az útról. Ott vannak krokodilok, meg ezek a dolgok, de, de nem megy ki, és akkor ott reklámok mindenhol, meg, meg mesztelen emberek, meg élelmiszerek, meg iskola, ilyen dolgok nincsenek ott. Persze ők úgy öltöznek, nyilván, de más az ő koncepciójuk arról a dologról. Úgyhogy én nem gondolom, hogy bárhol is egyszerűbb az élet. Mindenhol más miatt nehéz. Ott nehezebb, mert ha valakinek eltörik a lába, akkor az egy komoly problémát jelent, gondolom, az Amazon közepén. Ott nincsen mentő, vagy kórház, hogy összerakják. Más miatt nehéz az élet plusz őket nem vezették végig ezen a tíz évig tartó agymosáson, amit oktatási rendszernek hívunk, hogy eltávolodjunk a végére annyira ettől az egésztől, hogy azt gondoljuk, hogy csak az létezik, ami a mi utcánkban vagy városunkban van, és minden úgy néz ki, és ez természetes, hogy mi nem látunk soha semmit abból, amit természetnek hívunk, csak abban a rezervátumba, amit egy-egy park biztosít számunkra. Úgyhogy én nem hiszem, hogy bárhol is, vagy, vagy könnyebb volt Görögországba, vagy itt most, másért volt nehéz. Azt hiszem, hogy ez az időszak talán, ez az utolsó időszak, amiben vagyunk, egy különleges időszak. Ennyire nagy káosz nem volt a fejekben soha. Úgyhogy ezt talán én kiemelném az összes többiből. Az emberek ennyire nem voltak még támadva, úgy gondolom mindenféle módon. Akár a rádióhullámok, az élelmiszer, a mérgek, a levegő, a víz, mindenhonnan ez ömlik ez a szemét. És az egész világon az internet segítségével. Ez egy példátlan időszak, úgyhogy én ezt nem hasonlítanám össze semmi másra. De ezen kívül, 60 évvel ezelőtt olyan nagy különbség nem hiszem, hogy volt nagyanyám falujába, vagy, vagy az Amazonason végül is mindenki folyamatosan dolgozott azért, hogy túlélje azt a napot. Az érdekes az, hogy arról beszél Saul, hogy a lelkiismeret vele együtt tesz tanúbizonságot. A lelkiismeret és ő maga és a ruhak, ez három különböző komponense annak, ami, amiről ő beszél. És ezek együtt tanúbizonságot tesznek. A következő fejezetben pedig olyan csodálatosan elmondja ezt, hogy mindenki meg fogja érteni, hogy honnan tudja egy Bushman vagy egy Indián, hogy mi a jó, annak ellenére, hogy nem kap írásos leírást vagy kimutatást erről. Azt mondja, Saul, mert nincsen Elohim előtt személyválogatás. Ha visszakanyarodunk oda, ahonnan kiindultunk, és azt mondja, hogy az elmúlt időben hagyta a pogányokat mind a maguk útján járni, de nem hagyta magát tanúbizonság nélkül, most pedig azt mondja, hogy nincsen személyválogatás, úgyhogy mindegy, hogy fogány, vagy Izrael, vagy akármi. Mert aki törvény nélkül vétkezik, a busman, aki nem ismeri a törvényt, törvény nélkül veszik el, szenvedi a következményét a cselekedetének most és a végén. Aki törvény alatt, az pedig a törvény által ítélnek meg. Zsidókhoz 10, 26, 27, amit remélem, hogy mindenki tud már fejből, hogy ha szándékosan védkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincsen a bűnért való áldozat. Nincsen most, meg nem volt akkor. Aki felemelt kézzel védkezik, az viseli annak a terhét. Akár izraelita, akár pogány. Ez négy Mózes. 15-ös fejezet, hogyha valaki szeretné ezt megjegyezni. Ezek mind olyanok egyébként, amit szerintem érdemes lenne megjegyezni. Ha azt mondja 4 Mózes 15, amely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött, akár jövővény az Jahuát, illeti szidalommal vágassék ki az ő népe közül, mert Jahu a szavát megvetette. Ha valaki nem azt csinálja, amit ő mond, az olyan, mintha megvetné a szavát. Ha megegyezünk abban, ha, ha akinek van gyereke, azt tudja. Ha azt mondom neki, 12 órakor leülünk ebédelni, és mindenki itt van 12-kor, és ő nincs ott, akkor nem csak az a probléma, hogy nem tudunk elkezdeni enni, hanem a másik probléma az az, hogy miért nincs ott az a gyerek. Mit gondolhat az ő fejébe, hogy én megmondtam neki, hogy itt vagy, de még sincsen ott? Hogy lehetséges ez? Mi az, amit ő gondol rólam, mikor megmondtam, hogy ez van? Így érti a azt. Megmondtam, hogy ezt kéne csinálni. Te meg előállsz mindenféle dolgokkal, hogy miért nem csinálod azt. Mikor egyértelműen megmondtam. És ő ezt nem szereti. Nem szerette akkor, és ezek szerint nem szereti most, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, a tűznek lángja, mely megemészti az ellenszegülőket. Persze van kegyelem, meg érgalom. Arról nincsen szó. Hogy ő írni akarja a bűnöket, és a végén majd azt várja, hogy most mindenkit elküld. Nem, nem erről van. Arról van szó, hogy aki megveti Mósei törvényét két vagy három tanúbizonyságra írgalom nélkül meghal, mennyivel súlyosabb büntetése méltónak ítéltetik az, aki Elohim fiát megtapodja, és ennek a szövetségnek a vérét, melyel külön választatott, tisztátalannak tartja, azzal, hogy nem azt csinálja, ami le van írva. Úgyhogy ez nem változott meg, ez mindig is így volt. Erről beszél Saul. Jahua ebben a könyvben az elejétől az utolsó fejezetig ugyanazt magyarázza. És az a csodálatos ebben, hogy mi úgy éljük meg, hogy különböző proféták által elküldi a szavát, miközben mindvégig ő magyaráz. Ő az, aki ezeket a gondolatokat leírta nekünk hogy nehogy az legyen a végén, hogy valaki azt mondja, hogy csak Ézsaiás létezett, és én nem értettem, hogy ő mit mondott. Akkor azt mondja, hogy van még mellette 83 darab, akit elküldtem különböző formában, a történelem során mindig különböző nyelveken. Lehetetlen, hogy egyiket se fogtátok fel. Ugyanezt mondja itt Saul. Nem azok igazak Elohim előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak majd igazulni, akik a törvényt cselekszik. Nem betölti. A betölti az egy másik szó. Plerao. Ez a szó itt pojtész. Cselekszik. De lehet ezt hallgatni ezt a dolgot, ugyanúgy, mint a gyerek. Leül, tébe itt vagy. Nincs ott. Hallotta, nem? A probléma nem az, hogy nem hallotta. A probléma az, hogy nincs ott. Ugyanígy van ezzel, Jahua aki megteszi. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, a busman természettől fogva. Ez füszisz. Természet. Jellem. Vagy tulajdonság, vagy ösztön. A lelki ismeret, ami bennünk van, összhangban a ruhákkal cselekszi azt, ami neki kedves. Mert ha valaki itt hagyja a telefonját, amikor vége van ennek a dolognak, és mindenki hazamegy, és én megtalálom, akkor eltehetem, vagy megkereshetem, hogy kié. És a ruák meg fogja nekem súgni, hogy melyik a helyes a kettő közül. Mert ha megtartom magamnak, bennem lesz az a kellemetlen érzés, hogy ez nem jó. Ugyanúgy benne volt a Bushmanba is. Csak esetleg nem látta leírva. Természettől fogva a Tora dolgait cselekszi. Akkor ők, a Bushman, az Indián, meg a Skita, törvényük nem lévén, mikor nem kaptak írásos útmutatást, tehát nincs törvényük, önmaguknak a törvénye. Bele van írva. A szívébe benne van a ruach által. Mint akik megmutatják, hogy a tora cselekedete be van írva az ő szívükbe. Hát akkor nem ugyanazt mondja mindig? A kezdetektől fogva ugyanezt magyarázta? metéjétek körülötti szíveteket, és ne legyetek kemény nyakúak. Jeremiás 9.26, Jeremiás 4.4, 5 Mózes 36, mind-mind a szív körülmetéréséről beszél. Selomó azt mondja, ez Mislé példabeszédek hármas fejezet, azt mondja Selomó, Fiam, az én tanításomról el ne feledkezzél, ez tora, ez a tanítás. És az én parancsolataimat megőrizze a te elméd. Szív! Léb! Valaminek a közepe, közepe belseje, a dolog lényege, a dolog maga. Szív! Mert napoknak hosszú voltát, sok eszendős életet, békességet hoznak neked, bőven irgalmasság. Keszed, kegyelem. És igazság, emet! Stabilitás, megbízhatóság, állandóság, hűség, hit. Ne hagyjanak el téged. Közsd a nyakadra írd be, a te szívednek a táblájára. És még Jézus nem is érkezett a színre. Sőt, még Izrael egy állam volt. És már arról volt szó, hogy ír a szívednek a táblájára. És ez ugyanaz a szív, amiről beszél itt, hogy megőrizze a te elmét. Ugyanaz a szó. H3820. Leb. Szív. Azért, mert ugyanaz volt az akarata. Hogy lehetséges az, hogy azt mondja Saul, több száz évvel később, hogy megmutatják, hogy a Tora cselekedete be van írva a szívükbe. Egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, melyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy pedig mentegetik. Tehát a lelkiismeret ismeret szisz. A tudat és az ő gondolataik és a ruach együtt működik és vádolja vagy mentegeti egymást. Attól függően, hogy mit csinál. Ez a vádol szó szerint vádol, és a menteget pedig védekezik. Apolló Geomáj. Védő beszéd, mint a ruach, parakletos, vigasztaló, vagy pedig hasatán, a vádló. Vagy azt csinálom, amit Jahua mondott, az van az elmémben, együtt dolgozok a ruákkal, és akkor harmóniában élek, vagy ez az állandó káosz uralkodik belül bennem, amit bűntudatként ismerünk. Hogyha az a telefon bekerül a zsebembe, és én hazamegyek, utána az egy nagyon nehéz élet. Ezen a szinten, ahol mi gondoljuk, hogy vagyunk. Ha visszaadom, ellenben azt csinálom, amit a Tora megkövetel tőlem, hiszen azt mondja, hogy ha elkóborol valakinek a szamara, akkor add vissza, vagy legyen nálad addig, amíg nem keresi. Arról nincs is szó, Hogyha megjön, majd azt mondom neki, hogy én odaadtam neki négy bál a szalmát már, míg te nem voltál itt. Azért nem, mert ő azt akarja, hogy együttműködjünk. Hogy megértse mindenki, hogy majd az a szalma visszakerül hozzánk, plusz ha az én szamarom elkóborol, majd őheteti és majd visszaadja. De ha nem, akkor sincs probléma. Azon a napon, melyen Elohim megítéli az emberek titkait, és ez nem misztérium. Kryptos, mint a kripta, fedett, rejtett. Elzárt vagy titkos? Az én jó hírem szerint, Jahusa HaMásiák által, aki visszajön, megítéli a világot, és belenéz az ember szívébe, mint egy kriptába, hogy ezek a dolgok, amik lezajlottak az életbe, amit senki más nem tud, majd ő onnan kiszedi azt a, az adatot, és megnézi, hogy vajon az ő lelkiismerete hogy működött együtt ruáhálkodással. Akár zsidó, akár görög, akár busman, mindenki ott fog állni a végén, és senkinek nem lesz semmiféle mentsége. Legalábbis nem lesz, hogyha Saúra hallgatunk. Mert ami Elohimben láthatatlan tudnilik az ő örökké való hatalma és Elohimsége. A világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláthatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Akár ez, akár az, és ezt magyarázta nekik itt Saul és Barnabás. Hagyjuk ezt az egészet, mi azért jöttünk, hogy megértsétek, hogy van jahua, aki teremtette az egész Földet, és ő általa csináljuk mi ezeket a dolgokat.